Először nem tudtam semmit a Siteri templomról. Egy kedves barátunk, zenésztársunk mesélt róla, hogy ez nagyon szép lehet. És tényleg, amikor már ide közeledtünk, akkor láttuk ezt a csodálatos tájat, és pont a domb közepén egy régi templom. Éreztük, hogy ez igazi inspiráció lesz. Számunkra egyből a próbán kiderült, hogy a templom akusztikája majdnem tökéletes. Megvan a kellő vízhang, ami a régi zenének nagyon kedvez. Végre beindult a zenei élet, beindult az előadó művésznek a lényege, hogy színpadon legyen, emberek előtt legyen, közönség előtt legyen, illetve közvetítsen valamit. Hát mit közvetítettünk ma, ugye? A barokk zenét, illetve a saját erdélyi, szűkebb hazánkbeli régi zenét. Végül is erősíti magyarságunkat, magyar öntudatunkat itt Erdélyben, ugye, ahol nem árt ugye néha magyar napokat tartani. Én nagyon örventem, hogy ugye ennek a gyönyörű barokk palotának itt az árnyékában most állhatok itt, és köszönetet mondok. Országszerte most akár a Nagy Magyarországot tekintve is híres, jeles napok ezek a Szent László napok. A nagyváradi fúvós együttes tagjaként szerintem az egész zenekar, egész együttes nevében mondhatom, hogy külön élmény számunkra, hogy itt felléphetünk, itt zenélhetünk önöknek. Ezen a rendezvényen, amely az összehozza a váradiakat nemzetiségtől, kortól, nemtől függetlenül. Reméljük, hogy mindenki ugyanolyan boldogan fog innen távozni, mint mi, mert hogy mi nagyon jól érezzük magunkat, és számunkra hatalmas öröm itt lenni és itt zenélni a Szent László napokon. Bună ziua, numele meu este Alex Corlan, sunt membru al Quintetului de Alămuri al Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca și ne bucurăm că astăzi seara avem plăcerea să cântăm din nou în Oradea, un oraș de care ne leagă amintiri foarte plăcute. Am avut primul nostru concert în acest oraș anul trecut, ne-am simțit foarte bine și din nou ne bucurăm că avem șansa să concertăm aici. A Szent László napukhoz bevallom, hogy nagyon sok érzelmi szál köt, nagyon sok szakmai szál köt, és nagyon sok élmény köt. Szerintem a zene az egy olyan nemzetközi nyelv, amely túllép minden határon és minden nyelvi korlátokon. Igazából roppant gazdag tárházzal tudja elkalózolni az érdeklődőket azokba a világokba, amelyeket a zeneszerzők megfogalmaztak, és azokba az örökérvényű üzenetekbe még jobban elhelyezni társpartnerként a hallgatót, mely azokba az időkbe az átjárhatóság révén jelen voltak. Tehát maga a város és maga a vár is, tehát egy ékszer ezt Európa szinten mindenki tudja. Tényleg egyszerre van jelen a múlt is és a jelen is, kicsit olyan, mint a régi zene, mert mi is régi zenét játszunk, olyan
1500-600-700-as évekből, és ugyanakkor ma játsszuk és aktualizáljuk, hogy így összefonódik a jelen és a múlt. Vagyunk először itt Váradon kórussal, még sose énekeltünk itt, de eddig nekem nagyon tetszik a város, nagyon szimpatikus. Viccesen meg is fogalmaztuk, hogy két év után egyből külföldön van koncertünk, de nyilván ide azért mi hazajárunk, azt gondolom. Nagy reményem, hogy a közönséget sikerül elvarázsolnunk és elvinnünk egy másik univerzumba, ahol el lehet egy kicsit felejteni a régmúlt idők nehézségeit. A nevünk is a Laudícia, is azt jelenti, hogy ragyogás. Nagyon remélem, hogy ez a ragyogás át fog majd ragadni mindenkire.